A Szeged Klasszik Trió fellépését tekinthetik meg a következőkben. Engedjétek meg, hogy sok szeretettel köszönjük szeretetleneteket. Hol a mikrofonom? Igen. Jó, köszönöm szépen. A távoli és kihetlen Szegedről érkeztünk hozzátok egy trió formájában, hogy egy kellemes órát töltsünk el együtt. Ígérjétek meg, hogy nagyon kellemes lesz. Mindent meg fogok tenni az érdekében. Bemutatnám a művészeket, akik velem jöttek. Dr. Varga Laura Fugola művész, a Szegedi Tudományi Egyetem
Ugye láttatok már csokoládét rengeteget, hiszen ti egy komoly koncertre járó közönség vagytok, tudom, a zenekar is rendszeresen koncertezik nálatok. Itt van velem Laura, kezdjük a csokolá, testi billentyűk ragyognak, arany fejét, rukat fújtak, abba fúj most Laura, szép hangszer a csokolá. Ugye? Milyen szép verset írtam a Laurával? Szóval, az a helyzet, hogy én csúfolódni szoktam vele, hogy ő csak egy lukba fúj. Ellentétben velem, akinek van egy komoly, nagyon érdekes szerkezet, amivel fújok. Megmutatom. Hát ez pedig egy, nál. Ilyen hangja van, mint amikor a kakas életre kell hajnalba, és ez a hangszer pedig, tudjátok meg ez a hangot, hogy hívják? Tudtátok, hogy fagott? Megőrülök Istenetek. Nagyon jó, nagyon jó. Öt csőből van a fagott szépen összerakva, és a legvékonyabb csőből még egy láb is pihen rajta. Szép mély hangja, vilmet dörög egészen a pincébe. Hangjának kedves Maci, fogadósa tévébe. De nagyon magasan is lehet játszani vele. Én azt mondom, ez a világ legislegszebb hangszere. Igazam van? Csend lett? Na, a koncert végére bele fogtok szeretni a fagotba, a belépés, na mindegy, nem érdekes. Szóval, én és az onkora, a hangszerek királynője. Most ugye nevettek, mert egy szintetizátort láttok, de az onkora az csodálatos. Hát én régint a varrom is verset, de hát azt most nem lehet elszavarni, mert ugye az a hangverseny zongoráról szól, és csak azt mondom nektek, hogy billentyűig, fehér-fekete, ezer darab, csillog és gyönyörű, és a hang egy egész szimfonikus zenekarral fehér. Gyuri egyébként fehér egy egész zenekarral, amikor majd úgy neki gyűrközik a koncert fehérnél, hallani fogjátok, hogy azért ez a szintetizátor is tud úgy szólni, mint egy zongora. A következő darabunk, zeneszerzőjének a nevét el akarom nektek mondani. Mucius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius Clementi. Így hívnak ezt a szegény szerencsétlen, aki egyébként zongora művész volt, és az, mint zongoraművészet egészen sokra vitte, és versenyzett is Mozarttal le is győzte, szóval nagyon jó pasi volt ő, és az az igazság, hogy ezeket a zongoradarabokat a gyerekek, akik tanulnak zongorát, tanulják, hát biztos ti is megnetegen jártok zeneiskolába. Egy picike szonátáját fogjuk eljátszani Clementinek, egyrészt azért ne unatkozzatok, másrészt azért, hogy lássátok, hogy a festményekhez hasonlóan vannak miniatűr dolgok. Icipici első tétel, egy icipici második tétel fog követni, úgy mint az icipici bors ökröcske. Hallgassátok szeretettel, és természetesen a trió arca fog zongorázni, mi csak a harmóniai vázat itt támogatjuk őt a harmóniai vázban, Laurával, úgyhogy most a főhős a Gyuri. Thank you.
Isten mindenféle szolgálatokat tenni. Egyes történetírók még azt is írják, hogy a lakái teendőket kellett átérte behozni a teját, vagy ilyesmi. Hát szörnyű lehetett egy olyan embernek, aki állandóan ült és szimfóniákat talogat, meg mindenféle dolgokat írt, például ilyen fuvolás triót, amit majd mindjárt el fogunk játszani. Három ilyen fuvolás triót írt, de a bomba kedvelő Miklós játszott egy nagyon szép hangszeren, ami olyan volt, mint a mai cselló, csak baritonnak hívták, több ugye volt, és ennek a Miklósnak írt 126 bariton triót. Ugye azért ez nem semmi. Ahogy ugye elgondoltok, hogy akkor a gyertefény mellett ilyen triókat írni, az azért az egy ember kiváló elfoglaltság. Azon kívül helyben volt egy zenekara, volt egy operaháza Eszterházán, tehát neki kellett megírni a darabokat, neki kellett majd hogy megrendezni, elrendezni a muzsikusokat, akik közül azért voltak nagyon csalafint a muzsikusok is, például ott volt a fukalista, hogy ne menjek messzire, fölgyújtotta a házát. Na és akkor szegény helyben mennyi kellett tevékenykedni, hogy ezt az egész zűrös szituációt elrendezze. Tehát nem csak komponál. Ma már sokkal könnyebb dolgunk van, mert ugye kényelmes szép koncertterületen koncertezhetünk, és nem nyújtjuk be a kávét sem. Tehát most egy gyönyörű szép triót fogunk eljátszani, ami kiírva van, és három tétel. Hogy ne unatkozzatok, a tételek között egy icipici szünetet fogunk tartani. Ezeket ugye fuvalista számára írtam, de a basszus, amit én játszom, hát azt nem fagoltosok játszották, mert nagyon kevés húgos volt a helyi zenekarában, hanem én magam így előre léptem egyet, és én lettem a csellista. És akkor konferáltam egy koncerten, és az egyik néni megkérdezte, hogy csellózni is tud, kedves. Tehát nagyon aranyos volt. Hát csellózni is tudok, hát nézzetek rám. Most itt megint a gyövő lesz a napfény az éjszakában, mert azt írják a zenetudósok, hogy ezekben a hegyi triókban az onkor a nap, és hát a másik kettő az, hát a kis napsugár, vagy valami csillagok, ahol a csillag szeretne lenni, nagyon jól várom. Tehát akkor a Nap és a Csillagok című hegyi író trióból hallgassuk meg először az első tételt. Szerintem lőjetek át, és élvezétek ezt a muzsikát nagyon. És nem rejtájátok közben. Thank you.
karunkat, ugye csak kötődőben lettek jó a karunk miatta. Ez nagyon tetszik nekem. Hát neked biztos nem tetszene, ha felnyílt hajó világban. A második tétel egy románc. A románc az egy vers, amit hát általában egy legény ír a lánynak, vagy a zeneszerző a kedvesének, hát úgy hallgassátok, azzal a lélekkel. Például Mozart operákban, hogy az egész opera tiszta
csendszövés, mert az egyik a másik lányt akarja, a másik lány az egyik fiút akarja, ez iszonyatos, nem lehet kiigazodni, és a végén mindenkinek megbocsán. Tehát ez a fajta béke, ami jelen van a klasszikus művészetben, számomra nagyon szimpatikus, szeressétek meg ti is. Thank you.
azért el kell, hogy elmondjam, hogy két fagondarabot is írt, úgyhogy nekem nagyon kedves ez a férfi. És az egyik legnehezebb fagott versenyünk a Béberető fagott versenyt, hogy ő nagyon jó nála van, hogy ezzel a kifejezéssel élhetnék. 1786-tól 1826-ig élt, és a szülei vándor színészek voltak. Zongorát és zeneszerzést tanult, helyén, apukájánál, Mihály Heinin helyénél. És hát sajnos ő szeretett volna József Heinin is tanulni, de Heinin visszautasította. Az első operáját Münchenben írja, és az a cím, hogy a szerelem és a kor hatalma. Tehát egy teljesen jó fej volt, hogy ilyen címmel írt operát, nem? Ennek elveszett a kottája. A következő operája Bűvös Feleszt, Úriante, összesen 7 operát ír, és a legislegutolsó operája az Oberon, amelynek egy főhős egy tündér király, akit ti nagyon jól ismertek Shakespeare, a Szent Iványi Állam című drámában, ugye? Kide ismerjük az Oberont, a tündér királyt, és Itáliát, a tündér királynőt, akik ugye az igaz szerelmet veszekednek egymásnak, mert ugye jobb dolgok nincsen egy tündér királynak, vagy egy tündér királynak, és váltik, azt hajtogatják, hogy addig nem nyugszanak, és addig nem létesítenek egymással szerelmi kapcsolatot, amíg nem találnak egy olyan párt, akik úgy igazából szeretik egymást. Na képzeljétek el, egész opera alatt ezt a párt keresik. Aztán később találnak két ilyen párt is, akik nagyon jó fejek és szeretik egymást, és mindenféle viszontagság, és mindenféle tegnap egy fél óráig olvastam az opera tartalmát a legőbb, hát és akkor úgy összekavarodtak már bennem a szerelmesek, hogy borzasztó. Elég az hozzá, hogy ebből az operából mi most egy ilyen úgynevezett parafrázis, egy kivonatot fogunk játszani, az operának a népszerű dallamait, hogy egy kicsit beleérezzetek abba, hogy milyen volt ez a volt romantikus hangulat, és hogy egy életre megtanuljátok, hogy a párkapcsolatban a hűség és a szeretet a legfontosabb.
egy francia könyv zeneszerző zongoraképzés talán volt, és zongoradarabjait Robert Schumann is megdicsérte. És 1842-től a párizsi konzervatoárnak volt a zongoraprofesszora, és eddig nővé nem töltötte be ezt az állást. Igaz, hogy a fizetése is kevesebb volt, mint a férfi honfitársai, de 30 évig töltötte be ezt a posztot, és a végül kiverekedett magának egy kicsivel több pénzt. Klasszikus és romantikus stílus keveredik a művészetében, és hallgassatok szeretettel a numero 4-es triójából a lassú tétel. Thank you.
magadhoz, a megkönnyebbülés alsó hangja. Ugye? George Gershwin, aki Oroszország és zsidó származású amerikai zeneszerző, komponista, sajnos csak 38 évet élt, fiatalon egy zenemunkában dolgozott egy Platón, ő volt az, aki elénekelt és eljátszotta a legfrissebb zeneszámokat, az akkori aktuális lemezeket. 1919-ben Szeveni dalával lett ismert zeneszerző, az amerikai jazz és a néger folkról, és a klasszikus zenének az egyesítése az ő nagy érdeme, és vannak írt a jazzoperát, a Kék Rapszód és egy amerikai Párizsban nagyon közismert művei, és operája a Forgés Bersz. Most egy dalt fogunk hallani, I Got Rhythm. Tehát ez a ritmusról szól, és ezzel a ritmikus kis darabban megköszönöm a figyelmeteket, és elbúcsúzik tőletek a szeret klasszik trió, Varga Laura, Klebicki György és Kizsony Lívia. Thank you.